Az extrém hidegben sem lankad a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat komáromi csoportjában Horváth István figyelme. Kérésünkre elmondta, hogy a hideg időben a megszokottnál még többen kérnek és várnak tőlük segítséget. Lehetőségeik szerint segítenek is a bajba jutottakon. Legutóbb ezt faadománnyal tették. Ennek előzményeként említhető a két hete történt közösségi kórházkert takarítás, ahonnan a tüzelőnek szánt fát kapták. A kórház felajánlotta a ritkítás gyérítésnek a faanyagát, és főleg fogyatékos rászorulóknak adtuk ezt a fát. Nyilván most megsokszorozott az igény, aztán ahogyan lehetett az anyagi helyzetünknél fogva tudtunk segíteni, úgy segítettünk. Igazából a probléma másik része pedig az, hogy vannak sajnos olyanok, akik nem veszik fel a munkát, pedig most már itt a Komáromban tényleg annyi munkalehetőség van, hogy tudnának magukon is segíteni. Az önkormányzattól is igényelhető fa adomány 15 ezer forint értékben. Ezt tehát nyilván egy olyan kevés fizetésből élő kaphatja meg, akinek körülbelül olyan 50 ezer forintot nem haladja meg a havi jövedelme. Ezt úgy igényelhetik. Nyilván, hogy ez még mindig kevés, ezért amennyiben módunkon áll, mi segítünk. Hát nagyon egyszerű az eljárás egyébként, hogyha mi adjuk a fát, akkor igazából a tüzép kiviszi telefonon, leegyeztetjük, és akkor kiviszi a tüzép a fát. A felajánlott mennyiség nyilván nem fedezi az egész térre szükséges mennyiséget, csupán csak töredékét. A máltai komáromi csoportja és a szervezet vezetője Horváth István más módon is segít. Szombaton is nyitva tartják ruharaktárukat, amit adományokból töltenek fel. Mindenről a Mocsai úton beszél. Horváth István ugyanis interjúnk helyszínétől alig pár méterre egy lakhatásra alkalmatlan bódéban élő hajléktalanhoz siet. Mi is vittünk magunkkal élelmiszert abban a reményben, hogy talán segíthetünk. Mint megtudtuk, ősz óta a szomszédok, az őrszemek étellel és vízzel látták el az egyedülálló, ápolatlan férfit, aki az elmúlt napok zord időjárását is itt, a fagyos utánfutóban vészelte át. István elmesélte, hogy hajléktalan szállóra irányították, de kényszeríteni arra, hogy megváljon az élésre alkalmatlan, de megszokott helyétől nem tudták. Hoztunk neki épp elég élelmiszert, tehát már nem is ez a probléma, hanem az, hogy kihűlt teljesen. És reméljük, hogy most ez a mentős megoldás helyre teszi. Gondolom én, hogy önök is a jövőben is arra figyelmeztetnek, hogy a közelünkben élő magányos emberekre jobban odafigyeljünk. Tehát talán ez a történet is ezt indíthatja meg másokban. Igen, tehát nagyon figyeljünk a szomszédunkra, ismerőseinkre, barátunkra, hogy ilyen elő ne forduljon legközelebb. A kihűlt férfi elmondása szerint két napja leesett a fekhelyéről, ahonnan már nem bírt felállni. A helyszínre kiérkező mentősök valódi emberségről tettek tanúbizonságot, pedig nem volt könnyű dolguk, elhihetik. Szomorú és tragikus percek voltak ezek, de talán mindezek mellett életmentőek is. Érdemes minden esetre odafigyelnünk az egyedülállókra, magányos szomszédokra, ismerősökre, mert lehet, hogy életük éppen csak egy intézkedésen vagy egy döntésünkön múlik.